Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója november 20-án, kedden. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Fénynap, kulturális előadások és kötet bemutató is volt a mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesületének rendezvényén. Megmarad az utókornak, mintegy 200 filmet ajándékozott egy ezzel foglalkozó egyesületnek a nyugalmazott mozigépész. Vereség, kikapott a férfi kézilabda csapat a Veszprémiektől. Most pedig már a részletek és további híreink. Kulturális előadások és kötet bemutató is színesítette a mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete által rendezett nyílt napot. A Halis Könyvtárban tartott rendezvényre sorstársakat és a többségi társadalom tagjait egyaránt várták a szervezők. Sokan döntöttek úgy, hogy részt vesznek a nyílt napon, amelyen az alkotni, valamint közösségbe vágyó fogyatékkal élő emberek megmutathatták, ők is szerves részei a társadalomnak. Azért is különleges ez az esemény, mert hitet tesz amellett, hogy mindannyiunkban ott lakozik természetünkből adódóan a tehetség, és az, hogy mi képességektől és lehetőségektől függetlenül együvé tartozunk. A program legfőbb célja elsősorban azoknak a bátorítása volt, akik mozgáskorlátozottságuk miatt nem mernek kimozdulni otthonról. Csak az alkotó ember tudja túlélni a sérültségét, bármilyen sérültségét. Tehát azt gondolom, hogy az alkotó ember, a gondolkodó embernek van erre esélye, hogy ne a fájdalom uralkodjon el rajta, hanem ez az öröm, hogy alkotni, hogy adni, hogy fogadni, elfogadni dolgokat, hogy jó társasági életet élni. A kulturális bemutatók sorát a Roll Dance Budapest kezdte, de a nap folyamán még sokan mások is felléptek. A nyílt napot a Nemzeti Együttműködési Alap és az Önkormányzat is támogatta. Fityeház időseit köszöntötték vasárnap, köztük Kovács Antalnét, aki a napokban töltötte be a 90. életévét. A falu hagyományos rendezvényén megvendégelték a szépkorúakat, akiknek a szórakoztatásáról különböző előadások gondoskodtak. November 11-én töltötte be 90. életévét Kovács Antalné. Mari néni nehézkes járása miatt nem tudott részt venni a szépkorúak napján, ezért az otthonában látogatta meg Cseresnyés Péter. A miniszter helyettes országgyűlési képviselő egy emléklapot adott át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá. Mari néninek a fityeháziak nevében Tatai István polgármester gratulált. A faluban fontos az idősebb generáció megbecsülése. Kis település lévén mindenkit ismert, tehát nagyon szívesen beszélgetünk ezekkel az emberekkel. Sok érdekes dolgot tudnak mesélni a múltról, a településünkről, tehát fontos a jó kapcsolat ápolása velük. A szépkorúak napját minden ősszel megrendezik Fityeházon. A közelmúltban felújított kultúrházban Cseresnyés Péter köszöntötte a rendezvény vendégeit. Egy-egy közösség, egy-egy település az idősebb korosztályt ünnepli, vagy éppen az idősebb korosztálynak köszöni meg azokat az éveket, évtizedeket, amelyeknek eredményeképpen Fityeház most jelesül, mert éppen mi itt vagyunk. Fityeház oda jutott, ahova jutott 2018-ra, egy olyan faluvá, amelyik élhető, volt és élhető ma is, ahol az itt élő emberek szeretnek élni, amelyik közösséghez önök ragaszkodnak. A megjelenteket a települést érintő fejlesztésekről és projektekről, így például a járdák építéséről is tájékoztatta a polgármester, majd köszöntötte az összejövetel legidősebb résztvevőit, a 91 éves Takács Károlynét és a 83 éves Horváth Ferencet. Mintegy 200 filmet ajándékozott a Magyar Film és Média Történeti Egyesületnek a szepetneki Panka Sándor. A régi nagykanizsai mozi munkatársa azt szerette volna, ha gyűjteménye az utókornak is megmarad. A filmeket a Keszthelyi Egyesület rendezvényein vetítik majd. A szepetneki Panka Sándor 1972-től 1998-ig dolgozott a Béke, későbbi nevén az Apolló moziban. A mozigépészt mindenki ismerte a városban, különösen a gyerekek, hiszen gyakran vetített nekik. Jártam ki óvodákba vetíteni óvodásoknak, és találkoztam az Erzsébet téren. Jött velem szembe egy anyuka, egy kisfiúval, és a kisfiú mondja, hogy csókolom Mozis bácsi. És akkor meglepődtem, és hát mondom neki, hogy megismersz. Azt mondja, hát
nekünk szoktál vetíteni. A nyugalmazott mozigépész a régi kanizsai mozi bezárásakor megmentette a kópiákat az enyészettől, nemrég azonban úgy döntött, a gyűjtemény nagy részét, mint egy 200 oktató, természet, úti és játékfilmet odaajándékoz a Magyar Film és Média Történeti Egyesületnek. Az a tervünk, hogy amelyik filmet lehet használni, úgy vetíteni fogjuk a nyugdíjasoknak, gyerekek részére és minden érdeklődő részére a filmklubunk keretében. A két éve alakult egyesület rendszeresen kap felajánlásokat az ország különböző részéről, de mint azt a szervezet elnöke elmondta, nagyon ritka, hogy valaki, Panka Sándorhoz hasonlóan, több száz filmet ajándékozzon oda. A szepetneki férfinak egyébként még mindig van két működőképes mozigépe, amelyről a dédunokájának vetít, moziban viszont 1998 óta nem járt. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Az intézményt és a diákokat szolgálta, alapítványi bál volt a Miklósfai iskolában. Új bormustra, 36 minta érkezett a libatoros vacsorával egybekötött borbírálatra. Esküvő kiállítás, már a jövő évi házasságkötésekre készültek a párok és a szolgáltatók a karosi rendezvényen. A megye néptánc csoportjainak színejava gyűlt össze szombaton a HSMK-ban. A Zala megyei néptánc antológia házigazdája idén a Zala Gyöngye Tánc Együttes volt. Az éves találkozón zsűri értékeli az előadásokat, így a fellépő egyesületek nem csak szereplési lehetőséget kapnak, hanem szakmailag is továbbfejlődhetnek. Alapítványi bált tartottak a Miklósfai Általános Iskolában. A szülői munkaközösség által szervezett rendezvény bevételét elsősorban iskolai eszközökre, illetve a tanulók versenyeztetésére fordítják. Az alapítványi batyusbált minden évben megrendezik. Az összejövetelen a tanárok, a szülők és az intézmény támogatói vesznek részt. Van lehetőség beszélgetni, táncolni és jól érezni magunkat, és nem elfeledve azt, hogy ilyenkor mindig egy nagyon jó ügyet szolgálunk, hiszen ennek a bálnak a bevétele az iskola alapítványának a kasszájába kerül. Köszöntőjében Cseresnyés Péter az intézmény köré szerveződött közösség erejét dicsérte. A gyerekek érdekében, az itt élő családok gyerekei érdekében rendeznek bált azért, hogy hozzá tudjanak járulni az ő nevelősükhöz, az ő okításukhoz, az ő okosításukhoz. Én ezt köszönöm meg, azt az erőt, azt a közösségi erőt, ami ebben az iskolában is van. A belépő jegyekből és a tombolából befolyt összeget mindig más célra ajánlják fel a szervezők. Idén szabadidős és sporteszközöket vásárolnak, valamint a diákok tanulmányi versenyeken való részvételét finanszírozzák, de az alapítvány más célokat is szolgál. Nagyon fontos iskolánkban az öko szemlélet, a környezettudatos életmódra nevelés, ezért mindig próbálunk erre is külön bevételi forrásokat találni. Pályázati úton például az idei évben a Zöld Lábnyom tehetségkutató műhely segíti az éves öko munkánkat, és az alapítvány szintén kiegészíti ezeket a programokat. A rendezvényen a Miklósfai iskola 8. osztályos tanulói is bemutatkoztak báli táncukkal. Libatoros vacsorával egybekötött új bormustrát tartotta dr. Kotnyek István miklósfai kertbarátkör a Mindenki házában. A bírálatra 36 minta érkezett. A zsűri szerint az évjáratnak megfelelően alakultak a borok, amelyeket összességében ígéretesnek találtak a kóstoló során. Még a rendezvény előtti percekben is szorgoskodtak a libatoros vacsora felelősei a konyhán, hogy tökéletes legyen a sült libacomb és a ludaskása. A dr. Kotnyek István miklósfai kertbarátkör tagjai és barátai az új bort ünnepelték a hétvégén. Az összejövetelen Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő azt mondta, a magyaroknak a lelkükben és a vérükben van a szülő szeretete és a bor tisztelete. Szent Márton napjáról van szó, az angol szászok ezt a háladás időszakának mondják, itt meg nálunk ugye a Szent Mártoni időszakot a betakarítás végének és a betakarítás örömének szokták nevezni, ezért van egy kis, az adventi időszak előtt egy kis lakoma
ekkor kóstolják meg az új bort, hogy jó bort sikerült-e csinálni abban az évben. Ez tulajdonképpen, ez az ünnep egy kicsit az előző év munkájának a tiszteletéről szól, és lássuk be, hogy az ősök tiszteletéről. Szent Márton életéről és a személyét övező legendákról Smidéliu Zoltán, nyugalmazott evangélikus esperes szólt röviden, majd a program a Szent Márton Borbarát Egyesület must keresztelőjével folytatódott, immár a humor jegyében. Az új bormustrára 36 mintát küldtek be a kertbarátok, valamint a környező hegyhátak pince tulajdonosai. Az évjáraton nyomot hagyott a szeszélyes időjárás. Majdnem egy hónappal korábban kezdődtek a szüretek, hát ilyen, hogy augusztus első napjaiban már szedték a korábbi fajtákat, ilyen még soha nem fordult elő, és bizony rövid volt az érési idő, és nem úgy telítődtek az illatok, illetve zamatok, ahogyan azt szerettük volna. A zsűri végül Cinki Ferenc rajnai rizlingjét, Gárdonyi József merlóját és Milávesz László Medoc Noir rozéját találta a legjobbnak. Esküvő kiállítás volt a hétvégén Zalakaroson. A vasárnapi rendezvényen már a 2019-re tervezett házasságkötésekre készültek a párok. A kiállításon a ruhák, virágok, torták mellett fotós és vőfély is volt. A megálmodott, felejthetetlen nap szervezéséhez nyújtottak segítséget a szervezők a karosi programon. A szakember szerint a menyasszonyi ruhák fazonjaiban nem lesz jelentős változás jövőre. Ami változás, az inkább a díszítésben, egy kicsit elmegy a merészebb díszítés felé a ruháknak a csipkézete, a színe, tehát egy kicsikét beviszik a színeket a menyasszonyi ruhákba, még jobban, mint eddig. Ahány pár, annyi elképzelés. Ez szinte minden részletre igaz, így a dekorációban is sok egyedi ötlet megjelenik. Érdemesebb mindjárt színnek kezdeni, kiválasztani azokat a színeket, amit el tudnánk képzelni a nagy napon, és utána szépen leegyeztetni azt, hogy mint a menyasszonyi csokor, mint a dekorációs anyagok, mint az autódísz, tehát így harmonizáljanak egymással, mert akkor olyan szép összhatásba, szép hatása lesz az egész esküvőnek. Az esküvő kiállításon a párok fotósokkal, vőfélyekkel is találkozhattak. Kikapott a Tungsramese Nagykanizsa a férfi kézilabda csapata. Madarász Péter együttese a Telekom Veszprém U21-es gárdáját fogadta a hétvégén a Zsigmondi csarnokban. Az NB1B-be idén feljutó dél-zalai gárda számára különösen fontos volt ez a mérkőzés, hiszen 6 idegenben lejátszott találkozó után másodszor szerepelhettek hazai környezetben. A meccset jó iramban kezdték a veszprémi fiatalok, a Tungsramnak futni kellett az eredmény után, a szünetben 3 gólos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. A második 30 percben szinte állandósult ez a különbség, sőt a bakonyi fiatalok még tudtak váltani, így 30-25-re megnyerték a találkozót. Az újonc kanizsai csapat a vereség után a 11. helyre csúszott vissza a tabellán. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Fénynap, kulturális előadások és kötetbemutató is volt a mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesületének rendezvényén. Megmarad az utókornak, mintegy 200 filmet ajándékozott egy ezzel foglalkozó egyesületnek a nyugalmazott mozigépész. Vereség, kikapott a férfi kézilabda csapat a veszprémiektől. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 20-án, kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!